Köszöntöm Önöket, ez a Közéleti Mozaik. Mai adásunkban beszámolunk az aktuális mezőgazdasági munkálatokról, valamint az 1956-os forradalom hőseinek emléket állító dokumentumjátékról. Ezt követően egy hosszabb beszélgetést láthatnak Csongrád díszpolgárával, Molnár Józseffel. Kérem, tartsanak velünk ma is! A sűrűn változó időjárás miatt kiszámíthatatlanná váltak az őszi mezőgazdasági munkálatok, a sok csapadék miatt nehezen járható a termőföld, ez az őszi vetést kedvezőtlenül befolyásolja. Ismét fontos munkafolyamatok előtt állnak a gazdák. A néhány napig tartó szárazabb időt felváltja a csapadékos időjárás, ami megnehezíti, sőt meg is akadályozza a gépek munkáját. A mezőgazdaságban igaz, hogy az aratást mondják a legnagyobb munkának, de talán az őszi munkák azért sokkal nagyobb szervezést igényelnek, mivel egy időben történik a különböző növények betakarítása, a következő évi növények vetése, itt értem az őszi kalászosokat, repcét. A betakarításnál ugye most fő növény a napraforgó, ami már tulajdonképpen befejeződött, de még a kukorica zömében hátra van, és sajnos az időjárás sem mindig kedvező. Ugyan nekünk soha nem megfelel az időjárás, de az elmúlt, mondhatom, hónapban szeptemberben szinte alig volt csapadék, az október viszont már ennél bővebb volt csapadékban. Kicsit fordítva jobb lett volna, de hát sajnos ezt kell elfogadnunk, amilyen most. Nem tudunk rajta változtatni, de jobb is. Hát most a legnagyobb hangsúly, mondom, a kukorica betakarításán van, és az őszi kalászosok vetésén. A repce az már ugye elvetésre került korábban, augusztus végén, szeptember elején. Azért említettem, hogy jó lett volna akkor is egy kis esőre, akkor a repce vetések most szebbet mutatnának. De így azért most utólag már azok is úgy lassan azért helyre rázódnak. Hát nagy gond az, hogy pláne egy kötöttebb talajokon, szinte 2-3 napoknál többet nem tudok dolgozni, mert addigra, mire már kicsit ideálisabb lenne a munka, addigra újból jön a másik eső, és akkor megint várunk, és sajnos ez az ősz olyan, hogy itt már közeledik a tél, kifelé haladunk, tehát ha novembert írunk, akkor már nagyon bizonytalan a mi helyzetünk, tehát az csak a szerencsénk, ha még bírunk dolgozni, de általában azért ideális az október lenne, amikor el kéne ezeket a munkákat végezni. Ha egy picit is kedvezne ránk az időjárás, akkor egy november derekáig azért úgy érzem, hogy el lehetne végezni ezeket a munkákat. Hát még ilyen ugye hátra van, még azt nem említettem, szántás, de azt azért lehet később is csinálni, még akár decemberben is, hogyha nagyon csúszunk, de azért jobb lenne, ha novemberben be tudnánk fejezni. A búza és az árpa értékesítése kifejezetten nehézzé vált, mert a nyomott árak korán sem érik el azt a szintet, amit a gazdák terveztek. Az utóbbi 10 évben nem volt ilyen nyomott a piac. Nagyon nehéz volt eladni, különösen a búzát, őszi árpát. Még az olajos növények azok úgy eladhatók, meg az áruk is elfogadható, de a búzának és az árpának sajnos nagyon nyomott ára van, és még így sem értékesíthető sajnos. A művelődési központban dokumentumjátékkal idézték fel az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit. A rendezvényt az évfordulóra létrehozott emlékbizottság támogatta. Sokan feldolgozták különböző módon az 56-os emigráció emlékeit. Ezúttal a megszokottól eltérő előadást láthattak az érdeklődők, egy drámapedagógus és egy színművész előadásában. Dokumentum műsornak tekintjük. Amikor együttessel csinálom, akkor mondhatom azt is, hogy dokumentum oratórium, tehát akkor van egy szertartás jellege. Itt most inkább a krónikás jelleget ölti föl, keveredik benne a korabeli dokumentum abban a korban írt írók művének a megszólaltatásával. Az újszerű talán az, hogy felfedeztem egy kiadványban a távirati jelentéseket, amelyeket a magyarországi nagykövetségek bonyolítottak le az angliai meg az amerikai külügyminisztérium, és ebből napról napra fantasztikus pontossággal derül ki. Egy dolog mindenképpen, hogy az itt lévő követségi tisztviselők milyen mértékben rokon szenvedtek a forradalommal, és hogy hagyták cserbe ezt a forradalmat a külső a hatalom. Anglia
Egyesült Államok, és tulajdonképpen az ENSZ is. Ez derül ki a műsorból. Ezért mondtam, hogy ez a műsor valójában a cserben hagyásról szól mindenek előtt. Akkor a bevezetőben az ember több fogalmat tisztáz, de ők azért értették az árulást, mert ők kisebbségi helyzetben élnek, és pontosan tudják, hogy őket meg hogy hagyta cserbe Trianonnal Magyarország. Szóval mindenki megéli a cserbenhagyás élményét. Ha másként nem, akkor a egyéni életében, vagy családi életében, és valójában ennek a folyamatából ennek ki kell derülnie. Az előadás kiemelve mutatta be a magyarságot, a hazafiasságot és a hazaszeretetet. Különleges pillanata az életemnek, hogy a 19 évvel idősebb mesteremmel, Debreceni Tiborral együtt léphetek fel, aki a rendezőn volt a Vári színpadban, amikor egyetemista voltam a Műszaki Egyetemen. Éppen ma fogalmaztam meg, hogy mindannyian, akik nála játszottunk, az ő köpönyegéből bújtunk elő, Gogol után szabadon. A forradalom után több százezer ember hagyta el Magyarországot, sokan közülük Nyugat-Európában találtak otthonra. 1956-os forradalom, az is egy csoda volt. Most a második részben, aminek az a címe, hogy Kedves jó Kádár elvtárs, ebben felhangzanak olyan írások, olyan levelek, amelyek azt mutatják, hogy bizonyos emberek milyen könnyen tudtak a tragikus végű forradalom után alkalmazkodni az új rendszerhez. Elmondjuk azt, hogy Kádár János milyen beszédeket tartott különböző időszakokban, attól kezdve, hogy Nagy Imrét támogatta, és azután, hogy a végén Nagy Imre ellen fordult. Én azért másképp éltem meg, tehát például az én gyerekkoromban, én akkor falun éltem, és gyűjtöttük a köveket, hogy majd megdobáljuk a tankokat, naív gyerekekként. Aztán a szüleink nem engedtek ki természetesen a lakásból, amikor élesre fordult a dolog. Visszatérve a gyerekekhez, én azt hiszem, hogy ők, mert utána beszélgettünk velük, én azt hiszem, ők nagyon, nagyon úgy vették ezt az előadást, ahogy az a helyén van. Az 1956-os forradalom eseményeit feszült figyelemmel követte az egész világ, de a történészek szerint nagy csalódás alakult ki az emberekben azért, mert a Nyugat cserben hagyta Magyarországot. Az október 23-ai ünnepi képviselőtestületű ülésen díszpolgári címet vett át Molnár József. Ennek kapcsán hívtuk meg stúdiónkba a város nyugalmazott polgármesterét. Köszöntöm a Közéleti Mozaik című magazin műsorunk nézőit, és köszöntöm vendégünket, Molnár József nyugalmazott polgármestert és Csongrád díszpolgárát. Először is gratulálni szeretnénk ehhez a kitüntető címhez. És első kérdésként azzal készültünk, hogy hogyan értesült arról, hogy átveheti ezt az elismerést. Hát az ember életében, aki benne van a mindennapi forgatagokban, azért így jobbról-balról jönnek olyan információk, amely azt mondja, hogy hát van egy olyan javaslat, amely javaslatként született meg egy csongrádi hölgybe, aki javasolt díszpolgárnak. Érdekes sem lakult a dolog, hisz utána tudtam azt, hogy na, hogyan, kik támogatnak ebben a cím odaítélésében, és hát nagyon jól tudom, hisz mint polgármester sokszor visszacsináltam ugyanezt, de hát nem díszpolgári kitüntetések alkalmában, de tudom, hogy ez mindig egy óriási egyeztetéseknek a sora. Főleg akkor, hogyha nem egy személy van a jelöltek között, hanem több is, és hát a bizottsági ülések, a testületülések, ezek mind ragyogóan jöttek egymás után, és jöttek az információk. Az igazi értesülés ott volt, amikor a testületülésen megszületett a döntés. Elsőként Bedő Tamás telefonon gratulált. Szerintem
talán még ott a testületülésen beütötte ezt a mondatot. Tehát innen van az első információ, és hát természetesen nagyon jól esett. Hogyha csak egy dolgot kellene kiemelni, ez most egy lehetetlen kérdés, de vállalkozzunk egy ilyenre, hogyha egy dolgot kellene először kiemelni, akkor mi az, amit elmondana, hogy ez az a tett, ez az a cselekedet, ez az az eredmény, amelyre a legbüszkébb, van-e ilyen? Hát ez szinte lehetetlen. Azért lehetetlen, mert a Vízminő elteltött 23 éves vezetői tevékenységem alatt abban az időben alakult át, és alakult meg Csongrádon az egységes vízellátás. Mondjam ezt, vagy mondjam, hogy akkor lettek a szennyvízhálózatok, az eredeti apró kis szennyvízhálózatok megépülve, vagy mondjam azt, hogy a polgármesterként milyen nagyon sok épületet látok ebben a városban, amiben meghatározó részem volt. A átadáson említettem egy számomra érzelmileg nagyon fontos dolgot, amely igazából arról szólt, hogy az ember életibe vezetőként nem lehet csak önmagába gondolkozni, és rá kell jönni, hogy itt semmi nem magamért történik, hanem minden a itt élő lakossága. És ebben minden benne volt. Ez az érzelmi dolog, a dr. Forgos Zsuzsával kijárt és hihetetlen energia befektetés mellett megépült, és fölkerült, vagy elkészült arany címer a gimnázium tetején. Az a címer, akire valaki most ránéz, az angyalos címer, nem hiszi el azokat a számokat, amelyek a címerre, tehát címerrel vannak, és ez a címer 1,90 m magas, és 2,8 m széles. Ha valaki ránéz, úgy eltörpül, de ez én szívemben ez mindig ilyen nagy marad. Visszaugrunk egy kicsit, illetve nem is kicsit az időben, vízügyi szakemberként végzett. Miért választotta ezt a szakmát? Nagyon érdekes. Soha nem tettem föl ezt a kérdést magamnak, de hogy jó volt-e, hogy így választottam, ez volt a döntésem, helyes döntés volt. Én mindig a víz mellett nőttem föl. Pici gyerekkorom óta a Tisza partján élek. Annyira közel a Tiszához, hogy csak föl kell menni a gátra, és mindjárt ott van a Tisza. Ott éltem a gyerekkorom a nagy részét lent a tiszai suhákba készített kis bungingba. Ott volt 6 éves koromban, onnan ott kezdtem el horgászni. Tehát minden összejött a vízzel. Tehát az életem nem tudtam akkor elválasztani gyerekként sem, meg még most felnőttként sem, vagy most már idősebb emberként sem, hogy ne legyek a víz közelébe. És most nem az ivó vízre gondolok, a természet adta a vizekre. És én, mikor hazajöttem Budapestről a tanulmányom után, akkor a vízőcsatorna művállalathoz helyezkedtem el Szentesen, akkor futballoztam, előtte a Budapesti előrébe egy NB2-es csapat volt, és mikor hazajöttem, elmentem katonának, majd mikor hazajöttem, akkor valahogy megfeledkeztek arról, hogy volt itt egy kis alacsony ember, aki futballozott a Csongrádnál, és kaptam egy ajánlatot, mint futballista, a Szentesi Vízműtől, és elvállaltam azt a beosztást, amit adtak. Nyilván nem azonnal a székbe ültettek, hanem volt egy szakmám, egy tisztességes szakmám, egy automotorszerelő szakma, és 58-ban érettségiztem, és utána nem vettek fel azonnal egyetemre, pedig szerettem volna a Veszprémi Vegyipari Egyetemen diplomát szerezni, de hát az nem lehet. Ez talán a 56-os események kapcsolatos, hiszen abban a harmadik A-osztályos tanulók közé tartoztam, akik 56-ban a Zója szobor helyére vittük a szobrokat, vittük a turulmadarat.
és hát valakiknek a emlékében, meg a kezükben lévő térképről, illetve fotóról könnyedén tudhatták azt, hogy na ez az évfolyam valakiket nem kell tovább tanulásra ösztönözni. És én meg édesapám javaslatán szereztem egy szakmát, érettségizett férfiak, vagy emberek, vagy gyerekek. Két év alatt kaptunk egy szakmát, és én ebben a szakmában dolgoztam két évig, és így futballistaként kerültem Szentesre. És hát volt egy aranyos főmérnök, aki azt mondta nekem, hogy nézd, Jóska, nem lehet csak futballból megélni, tanulni kellene, és akár tetszik, akár nem, én beiskoláztalak téged a Műszaki Egyetem főiskolai karára. Tehát gyakorlatilag azt tették fel, amit akartam, és hát onnantól kezdve elvégeztem a főiskolát, diplomát szereztem, üzemmérnöki diplomát szereztem, vízellátásból, csatornázásból, és utána innentől kezdve a vezetékes víz és természetes víz számomra egyet jelentett. Na, érdekes dolog volt ez, és abban az időben, mikor ezt hazajöttem, diplomát megszereztem, ebben a városban nagyon kevés olyan ember volt, akinek diplomája volt. Nagyon sok tisztességes, ragyogó, város szerető, hivatását szerető emberek voltak, de diplomások nem. És abban az időben kezdték kicsit szorgalmazni, hogy a közéletbe is minél több diplomás ember kerüljön. A vállalaton belül ugye azonnal elismerték, még be se fejeztem a főiskolai tanulmányomat, amikor vezetővé neveztek itt, és innentől kezdve szinte megállíthatatlanul elkezdett robogni az életem, és kötődött ehhez a városhoz, kötődött ehhez a csongrádi csodálatos lakossághoz, hisz vízművesként akkor voltak ezek az óriási átalakulások, akkor épült a víztorony, meg épült a hozzá szükséges több száz kilométer hálózat, és minden egyes lakásban új bekötések. Tehát gyakorlatilag az egész város lakosságával találkoztam, és olyan kedvet adott arra, hogy valahol közelebb kerüljek a közélethez is. Ehhez hozzájárult az is, hogy abban az időben, amikor megyei közgyűlési tagot kellett, 1971-ről beszélek, kellett Csongrád városnak jelölni, akkor megadták neki, hogy csak olyan személy lehet, aki diplomás, párton kívüli és férfi. Hát, nagyon sok választása nem volt a akkori VB titkárnak, és őt javasolt. És így 1971-től 2006-ig én folyamatosan a Csongrád megyei közgyűlés tagja voltam, különböző beosztásokban. Voltak közöttük olyanok is, ami nagyon sokat jót, nagyon jót tett Csongrád város fejlődésének. És utána, hogy jön tovább a víz? Úgy jön a víz, hogy amikor befejeztem volna a polgármesteri pályafutásomat, még volt egy olyan, nem lehetőség, hanem volt egy olyan nagy tervállom, hogy Csongrád városban meg kell valósítani a város szennyvízelvezető rendszerét, a szennyvíztelepét, és hát ez is a víznek egy elhasznált része, amiben nagyon jó partnert találtam, és igazi utódot találtam Bedő Tamás polgármester úrba, hisz amit elkezdtem, ő ragyogóan befejezett mindent. És innen a víz, innen annak a hozadéka, innen a Tisza, és hát a Tiszahoz még másféleképpen is ragaszkodom, vagy kapcsolódtam, hisz 15 éven keresztül a Csongrádi Sporthorgász Egyesületnek a elnöke voltam. Ez azt is jelentette, hogy életem sok-sok napját, szabad napját, meg amikor már az embernek tele van a feje mindennel, akkor keresi a kikapcsolódást, és akkor leültem a Tisza partjára, nyilván kezemben a horgászbottal, és valahol azt éreztem, hogy nekem ez a víz, ez a folyó, ez igazi segítőtársam, és ez is maradt egész életen keresztül. Nos, a Tisza, ami oly sokat adott önnek és a városnak, az 2000-ben megmutatta azt az arcát is,
amely miatt össze kell fogni, össze kellett fogni, és hát ugye ez aztán meg is ismétlődött még a város történetében. A 2000-es nagy árvízre hogyan emlékszik vissza? Nem lehet nem elfelejteni. Ez azt hiszem, hisz előző évben azért sokan elfelejtették ezt már, hogy 1999-ben is volt egy magas vízállás. Nem mintha figyelmeztetőképpen jelent volna meg, de volt egy. Tehát akkor már egy icipici mozgolódás volt. Majd jött a 2000-es árvíz, hát ez valami fantasztikus volt. Azért volt fantasztikus, mert a minden idők, akkor, abban az időben a minden idők legmagasabb árvízét produkálta. Amikor az ember fölment a Tisza gátra, azt látta, hogy a töltés alatt, mikor maximum volt a Tisza vízállása, azt látta, hogy egy 70-80 centire ott van alattam a Tisza. Ha kijöttem a lakásomból, a házból, hisz ott van, mindig a Tisza partján éltem, kijöttem, akkor azt kellett látnom, hogy Jézus Mária, ez a Tiszának a vize magasabb, mint benne a lakóépületemnek a földszintje. Nem volt itt sok gondolkozási idő, azonnal cselekedni kellett, és hát ebben a munkában óriási segítségeket kaptam a szakembertársaimtól. Ezek közé tartozott Hajdú Dezső, az akkori csongrádi szakaszmérnökség vezetője, aki fantasztikusan jól fölkészült szakember volt, és természetesen még egy segítőtárs volt, a dr. Ördög József. Ő is hihetetlen jó vízügyes, az mellett ragyogó tervező mérnök. És de hát mi négyen vagy hároman kevesen lettünk volna, ez kellett egy olyan csongrádi ember, aki érezte, hogyha baj van, akkor itt nincs mese, itt össze kell fogni. Félelmetes volt. És erre hadd mondjak egy példát. Amikor az első házba, lakásba behívtak, méghozzá ott közel, ahol lakom, bementem a lakásba, és egy nénit, idős nénit láttam, aki fél lábszárig szó szerint állt a lakásába a vízbe, az edények úsztak a víz tetején, az ágyából, tehát az ágya még kint volt a szárazon, és könyörgött, hogy csináljon valamit, polgármester úr. És akkor azonnal rádöbbentem, hogy itt óriási lelki traumák fognak érni, hisz nem tudtam más mondani neki, mint az, hogy jó, menjünk, bevisszük a csongrádi szállodába, adunk pénzt, mert ugye minden tönkre ment, és szólok a kedves fele, kedves lányának, aki utána az életben előttem bebizonyította, hogy nem is olyan kedves, de nem ez a lényeg. Ott el kellett mondanom ennek a nőnek először, hogy sajnos le kell bontatnom a házát. És ezt még követte nagyon sok házat is a partján, és én nagyon jól tudtam, hisz nem abban a családban származtam, és nem abban a helyzetben voltam, hogy ne tudjam értékelni az embereknek, minden embernek, egy életének, a munkájának az eredményét, egy lakóépületet. Ezeket a házakat sorba el kellett bontani. A meglepő az volt benne, hogy amikor minden házhoz én mentem, és mindenkinek én mondtam el, hogy le kell bontani a házát, amikor elmentem a házakhoz, akkor nem azt mondták az emberek, hogy de ne bontsa, hanem azt kérdezték, hogy mikor bontja. Magyarul ebben benne volt az, hogy az a több tíz háztulajdonos, akik közt volt olyan, hogy épp hogy felújították a házokat, nem is egy, nem a házért aggódott, hanem a városért, mert tudták, hogyha ezek az épületek nem lesznek lebontva, akkor járhatatlan lesz a part, az az oldal, és hogyha valami tényleg nagyon nagy baj van, akkor szörnyűség vár el a városnak, és ők belenyugodtak abba, hogy a saját életük munkáját is odaadják. Hozzáteszem, hogy anyagilag
nem jártak rosszul, hisz mindenkinek biztosítottuk azt, hogy legalább olyan minőségű lakást vagy házat vegyenek, amivel éltek is, és egy picikét akkori Csongrádon megélénkült az építőipar. De ez az egész ügylet hihetetlen módon megviselt. Vagy mondok egy példát. Ugye megrendeltük a sok-sok homokzsákot, kihelyeztük a homokot, és akkor szóltam a Dezső barátomnak, hogy Hajdú Dezsőnek, hogy gyere nézzük már körbe, hogy hogy áll a homokzsák töltése. És ott a homok mellett fiatal kisgyerekektől kezdve idősekig mindenkit láttunk. Valahol olyan érzése volt az embernek, nekem, ami talán azt mondom még azóta soha. Ott érződött az, hogy ezek a csongrádi emberek a városért összefogtak. Na most, hogy ez a sok trauma, ami ott az embert érte, hogy ez a trauma miként hatott, hát kevesen tudják, egyszer már nyilván nem nyilvánosság előtt elmondtam, hogy ebben a nagyon szoros napokban azért volt három olyan napom, amikor én ágyba maradtam, és azóta is érzem a hatását, és ezt nem sajnáltatásképpen mondom. Nekem akkor elrepült a vérnyomásom. Óriási teher volt. De azt láttam, hogy na, már pedig itt a csongrádiak, ünnepeket kellett, ünnepeken zárvatartást kellett elrendelnem. Szóval nehéz volt, és mindenki tudomásul vette. És amit sokszor elmondtam már életemben, hogy vezetőtársak nélkül, igazi munkatársak nélkül nem tud az ember boldogulni az életben. Mindkét helyen, a vízműnél is, és itt a hivatalban is. Nagyon aranyos és nagyon, nagyon lelkiismeretes segítő munkatársaim voltak. De itt a 2000-es árvíznél ez hihetetlen módon összejött. Hogy lett-e neki eredménye? Hogy ne lett volna? Ezt sokan vitatják. Azt mondták, hogy például valaki, hogy hát ez nem is igaz, ami akkor történt. De igaz. Még abban az időben, mikor ott fönn a gát tetején Hajdú Dezső, és az akkori államtitkár, aki lejött megnézni, meg itt volt a miniszter is, megnézni az állapotokat, akkor azt mondta a Hajós Béla, hogy ha az volt a Dezsőnek a kérése, hogy hát a tiszta gát tetejére kellene egy kerékpár. Hát ő nagyon jól tudta, hogy ahhoz erre a gátra nem lehet kerékpárt építeni, ez szinte egy új felújított töltésre van szükség. És hát azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha ezeket a szükséges lépéseket megtettük, még óriási áldozatot hozott a város, és telkeket, épületeket bontottunk le, ezért támogatni fogja a törekvésünket, és akkor elkezdődött a mészivágó rendszer építése, mikor csongrádiak sokan tudják, ami a 2006-os árvíznél óriási módon is jól vizsgázott. Az a két lépcsős Tisza gát, ami a város felé volt, ez szépen kiegyenesedett. Nem azért, hogy szép legyen, hanem megterhelődött, megerősítésre került. És hát utána a polgármestert volt, út következő polgármesterim, társaimnak a munkája kapcsán a Tisza felül oldal is elkészült, méghozzá nem is akármilyen módon, nagyon-nagyon biztonságosan és nagyon-nagyon szépen, ami párosult még egy töltésláb alatti kővédelemmel is. Senkinek nem kívánom ezt, hogy élje végig, főleg úgy ne semmilyen módon, de főleg vezetőként ne élje végig, mert akkor az akkori rendszerint ebben a városban csak egy ember volt. Tehát minden döntést az akkor egy személyben a polgármesternek. Hozzáteszem, hogy állami szervek részéről és az akkori miniszterelnök részéről segítséget adtak, hisz nem kevesebb, mint a lakások bontásához, mindez 160 millió forintot adott az állam, hogy meg tudják venni az emberek a lakásokat.
azóta, ha Tiszagáton sétálok, akkor aranyos emlékek jönnek elő, de tudnék, volt még olyan is azért a végén, mikor már minden letisztult, hogy egy-egy gyümölcsfán vitatkoztunk, hogy az mennyit ér. Na de hát mindenki tudomásul vette, meg elfogadta, hogy nem csak gyümölcsfába gondolkozunk, hanem a további elkövetkező évek 4 éves termésébe is gondolkoztunk, úgyhogy rendben volt minden. Az, hogy mennyire fontos önnek a város közössége, a város értékei, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy jelenleg is aktív szerepet vállal a város életében, a Csongrádi Értéktár Bizottság vezetőjeként is. Ez a bizottság miért alakult meg, illetve miben látja ennek a fontosságát? Mindig szeretem a csongrádi embereket, és ez most, nem egy olyan nagy szó, mert sokan azt mondják, hogy jó, hát férfiak is szokták mondani valakiknek, hú, de szeretlek, és közben másra gondol. Nem, én komolyan szeretem ezt a várost, és szeretem a csongrádi embereket. Azért szeretem, mert abban az időben, és már ma is még mindig őszinték, nyíltak, megmondják a véleményüket. És az igazi segítséget az ember akkor kapja, hogyha valaki megmondja szemtől szembe a véleményét, hogy te nem jól csinálod, másképp kellene csinálni. Igen. Hát most már eljött az idő, hogy a értéktárat érjék rá. Eljött az idő, amikor az embernek nem csak a mába, hanem a múltba is vissza kell tekinni. És ez a múlt ott van, amikor veszük sorba az értékeinket. Most függetlenül attól, hogy ki volt a polgármester, ki volt a tanácselnök, kinek a nevéhez fűződik, de egy dolog biztos, azt viszont mindenkinek tudni kell, hogy egy-egy, például egy képzőművészeti alkotást, annak ki volt az az ember, aki azt megálmodta és elkészítette. Az már, hogy ki készítette el, ezzel lehet vitatkozni. Amikor megjelent ez a törvény, 2012-ről beszélek, megjelent ez a törvény, akkor én még nem találkoztam vele, őszintén mondom. Majd amikor az új mostani képviselőtestület vezetésében fölmerült, hogy meg kellene alakítani az értéktár bizottsága, akkor valami miatt Bedő Tamás polgármester úr rám gondolt, gondolom azért, mert hát ebben a korban már lehet emlékezni, meg lehet több értéke, meg egyébben találkozik az ember, és hát fölkért, hogy vállaljam el ezt a feladatot, és hozzá két segítőtársat, a nagyon lelkes Murányi Lászlót, és a nagyon megfontolt Erikát, a Durinfomnak a vezetőjét. Elvállaltam, mert úgy éreztem, hogy ez kötelességem. Úgy kötelességem, hogy az értékeinkkel szembe kell nézni. Úgy kell szembenézni, nem úgy, mint volt polgármester, hanem mint egy csongrádi ember, aki büszke, ami ebben a városban van. És ennek szellemében elkezdődött az a munka, bár előttünk való ciklusban már egy hivatali dolgozó, Alexandra, elkezdte ezt a munkát, Gyöngyi Alexandra, elkezdte a munkát, és ezt a munkát folytatni kellett. És akkor döbbentem rá, és ma is kicsit nyitottabb szemmel járok a városba, döbbenek rá, hogy te jó Isten, mennyi minden érték van ebben a városban. És amikor azt mondjuk, hogy értéktár, az nem jelent más, mint a Csongrádon lévő értékeknek a lajstromba vétele. Tehát nem valami különleges dolog ez. Csak meg kell látni, meg kell találni, föl kell kutatni, hogy az az érték, az a megvalósult, tárgyasult, vagy éppen nem tárgyasult, természet hozta, alakította a csodálatos környezet. És akkor lehetnék itt, tudnék itt sok-sok példát mondani rá. Ezeket hogyan kellene és hogy kell csokorba szedni, hogy utókor számára is ugyanazt mondjál, amit most ebben a korban, akik itt vannak, vagy éppen akik döntünk, hogy beveszük az értéktárba, azt mondjuk-e, hogy bent van a Csongrádi értéktárba, mert akkor nem csak Csongrádi értéktárba van, a magyar nemzeti értéktárába van. Ez már nemzeti értékettől a pillanatok kezdve. És hát nehezen indult, őszintén mondom, nehezen indult, és azt hittem, hogy
kicsivel több segítséget kapunk, és hát hiába volt rádió és egyéb helyeken próbáltuk népszerűsíteni ezt, nem igazából jöttek a jelzések. Ezért kénytelenek voltunk mi jobban nyitott számmal szemmel járni, de igazából ennek a értéktárbizottságnak nem elsődlegesen az a feladata, hogy mi töltsük fel a csongrádi értéktárat. Nem, mi is egyek vagyunk a csongrádi több emberhez képest, hanem arról van szó, hogy azok a bejött javaslatok, amely javaslatok a polgármester úrnak kell benyújtani, azokat a javaslatokat olyan állapotba hozzuk, hogy az bekerüljön az értéktárba, és bármikor, 10 év múlva, 20 év múlva, lehet, hogy már az érték el is tűnt, de itt maradjon, mint emlék Csongrádnak a értékei között. És hát ezért vagyok végtelenül boldog most, hogy a városban egy pályázat kapcsán itt lehetnek az óbocsai gyerekek, a csongrádi iskola gyerekei, Széchenyi iskola gyerekei, akik talán jobban megérzik ezen a 6 nap alatt, vagy 5 nap alatt, hogy igen, nyitott szemmel kell járnunk. Mert nem szól semmiről más, amit kérünk az emberektől. Fedezzék fel az értékeket, találják meg az értékeket, és akkor erre tegnap mondtam egy példát a gyerekeknek. Hát ha valaki talál egy korsót, egy agyakorsót, ami nagyon tetszik neki, ez is érték. De mekkora érték? Hisz valakinek, egy kézművesnek az értéke. Arról nem is beszélve, hogyha még tudjuk azt is, hogy az a kézműves ember, aki ezt készítette, az nem csak egyedi, ez az egy dologban, és ez az egy dolog készült nála. Nem kell szégyelni. Ha nem megy tovább, ugye, mert ha a bizottság úgy dönti, hogy helyi értékként beveszi, nem köteles tovább küldeni a megyei értéktárba, de viszont ha azt az utat valami be tudja járni, mint amit a belvárosi házak bejártak, hogy bekerült a Csongrádi megyei értéktárba, visszakerült a Csongrádiba, innen fölkerült a szakmai minisztériumokhoz, és onnan bekerült a magyar értéktárba, ahol ebben az országban 128 hasonló érték van, és nem csak a ház, nem házakban, összességében annyi érték van nyilvántartva, akkor azt mondhatjuk, hogy büszkék vagyunk rá. És azt hiszem egy beszámoló kapcsán mondtam el, és mindig elmondom, hogy miért van erre nagyon, miért lenne nagyon szükség, hogy ez tovább lépje. Mert hogyha ebből a belvárosi házából Hungarikum lenne, amiből 48 van ebben az országban csak, akkor ezek a házak központi segítséget kapnának minden évben, hogy ezek a házak rendben legyenek, fejleszthetők legyenek, bemutathatók legyenek. Ennél többet mit kérhet? Érdemes, és itt nem jár mással, nyilván most a belvárosnál már a végénél, ugye, mert most már hozzá kellene tenni egyéb dolgokat is, de mindent el kellene követni azért. És legyünk már büszkék Csongrádon a saját értékeinkre. Ezeket az értékeket elődeink hozták létre. Nem mi csak besegíthettünk ebbe. És ha valaki a elmúlt értékeit nem becsüli meg, akkor saját környezetét nem becsüli meg. És én hiszem azt, hogy nem csak én szeretem ezt a várost, hanem rajtam kívül még nagyon-nagyon sok ember itt Csongrádon. Ez a több évtizedes munka, amelyre vissza lehet tekinteni, az eredményét látják mindenképp a csongrádiak, szerintem nagyon jól tudja mindenki, bárki, akitől megkérdeznénk, azt viszont lehet, hogy kevesebben, hogy a család milyen szerepet tölt be az életében, főleg arra gondolok, hogy ugye a komoly, megfeszített munka az csak úgy tud sikeres lenni, hogyha egy stabil családi háttér áll ön mögött. Igen, hát azért azt mondom, ez egy meghatározó szerepet játszik az ember életében, hisz kell egy olyan biztos támasznak a háttérbe lenni, akik bármi van az emberre, hisz nem minden nap olyan az embernek, egy vezetőnek, vagy egy polgármesternek, nem minden napja csillogó, van benne rengeteg olyan nap, amikor akkora pofont kap akaratlanul is a te maga az élettől, amiben bizony elmegy sokszor a kedve sok-sok mindentől. Ez az egyik, hogy kell, aki ebben az esetben, ilyen esetekben megértő, vigaszt tud adni. Na de hát ennél sokkal többről van szó.
És akkor hadd mondjam a saját példámon keresztül. Ha megkérdeznék a gyerekeimet, és én magamat sokszor megkérdeztem, hogy te jó Isten, úgy nőtek fel a gyerekek, hogy én alig találkoztam velük. Szégyen ezt kimondani, de nem volt időm rá. A gyerekek mindig ott voltak a feleségemnél, a nagymamátnál, tehát a családom belül, és én nagyon kevés időt tudtam velük tölteni. Rengeteg áldozatot hoztak, ezt szó szerint mondom, rengeteg áldozatot hoztak, arról nem is beszélve, hogy ahol volt két gyerek, majd most már lehet öt unoka, itt azért a családtagok, vagy a közvetlen feleség az segít ebben. És hát mi ezt 53 évig kibírtuk. Remélem még a következő 15-ben igen, vagy többe. De ez másképp nem megy. Nem megy. Ez másképp nem megy. Biztos családi háttér kell ahhoz, hogy az ember mindennapjait, akármilyenek, mindennapjait úgy élje meg, hogy nem dobom el a ostort a kezemben, vagy éppen a gyeplőt. Nem. Én boldog ember vagyok. Inkább azt mondom, hogy szerencsésen boldog ember vagyok. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és a beszélgetés végén engedje meg, hogy ismét gratuláljak a díszpolgári címhez. Köszönöm szépen. Csongrádiaknak külön köszönöm. Adásunk végén programokat ajánlunk a figyelmükbe. Csongrád önkormányzata halottak napi megemlékezést tart október 30-án 9 órától, az első és második világháborús emlékműnél, majd a magyar hősi halottak emlékművénél lesz koszorúzás, melyhez társadalmi szervezetek és magánszemélyek is csatlakozhatnak. November 4-én 17 órakor nyitják meg a temesvári képzőművészek alkotásaiból összeállított tárlatot a Csongrád galériában. Köszöntőt mond Bedő Tamás polgármester, a kiállítást Szekernyés János művészeti író nyitja meg. Az alkotásokat november 27-ig tekinthetik meg. Ez volt már a közéleti mozaik, melynek ismétlését ma este 8 órakor, éjjel 2-kor, valamint holnap reggel 7 órakor és 13 órakor tekinthetik meg. Ha a szerkesztőségünknek írnának, megtehetik a 6640 Csongrád postafiók 46, illetve a tvkukac.csongrád.hu e-mail címre. Új műsorral egy hét múlva jelentkezünk, kérem tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!